Az ember nem tudja feldúltság nélkül olvasni Varga Judit sorait a közösségi médiában, mondta Híradónknak a Szent István Intézet igazgatója, miután kedd este egy újabb bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Varga Judit. Megerősítette, hogy Magyar Péter régóta zsarolta a hangfelvétellel, de bejegyzésében családon belüli erőszakról is beszámolt. Máté Zsuzsa arra hívta fel a figyelmet, hogy a civil szervezetek most valahogy nem emelik fel a hangjukat. Megtette, régóta zsarol ezzel, így kezdte keddesti posztját Varga Judit. A korábbi igazságügyi miniszter arra reagált, hogy volt férje Magyar Péter nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amit titokban, otthonukban rögzített. Varga Judit posztjában úgy fogalmazott, szerinte ez a hangfelvétele a haza megmentésével kufárkodó, ezt hamisan a zászlajára tűző ember végtelen romlottságáról szól. Varga Judit bejegyzésében ezen kívül három olyan esetet is leírt, amikor Magyar Péter a hangfelvételek nyilvánosságra hozásával fenyegette. De családon belüli bántalmazásról is beszámolt. Azt írta, üvöltözés és szidalmazás közben sorban lerángatta az ágytámla tetején lévő könyveket, és a hátamhoz vágta őket. Aztán levette a nadrágját, és az övvel együtt azt is hozzám vágta. Éreztem a csatot, ahogy a hátamat megüti. Egyre kisebbre próbáltam összekuporodni, és vártam a következő ütést. A volt igazságügyi miniszter nem először tett közzé olyan bejegyzést, amelyben bántalmazásról is írt, korábban pedig egy olyan videót osztott meg, amely a kapcsolati erőszakról szólt. De volt férje Magyar Péter minden állítást rágalomnak minősített. Ahogy a volt feleségem posztjára és a saját oldalán 10 000 nevető fej keletkezett egy óra alatt, azt gondolom, hogy ez mindent elmond arról, hogy hisznek-e az emberek ennek a kormánynak, vagy másnak hisznek. A 21. század intézet igazgatója a Napi Aktuálisban hangsúlyozta, a hangfelvétel vizsgálata során az egész kontextust kell nézni. Amiben sok mindenről szó van, én kihallom ennek a hölgynek a hangjából a megfélemlítését, a borzasztó fáradtságot, a beletörődést, és hogy a szituációból menekülni szeretne, és Varga Judit pontosan azt mondta, hogy ilyen lelkimentális körülmények között készült a felvétel. A Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója Vezércikk című műsorunkban pedig azt mondta, a hangfelvétel készítésének időpontja arra utal, hogy Magyar Péter már régóta készült arra, hogy ezt egyszer nyilvánosságra hozza. Emberek, nézzétek már meg, ez az ember, aki mindenkivel így bánik, az a következő kanyarban veled is így fog bánni, és mindenkivel, aki bizalmat helyez bele. Tehát az az agresszív, gyűlölködő tekintettel közzétett, hihetetlen, magabiztos, narcisztikus magatartása, hogy ő ezt az egész szituációt kezeli, ahogy a saját feleségéről és a családjáról beszél, azt, hogyha tisztán csak egy férj vagy egy édesapa szemszögéből nézem, egészen horrorisztikus. A Jobbik konzervatívok országgyűlési képviselője is drámainak tartja Varga Judit sorait. Zékerpád Dániel szerint az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, de ha bármilyen bűncselekmény gyanúja felmerül, azt ki kell vizsgálni. A bármilyen bíróság hitelt érdemlő módon kimondja azt, hogy itt bármilyen fajta elítélendő cselekmény történt, akkor természetesen igen. Tehát ez a kérdés nem lehet kérdés. Magyarországon nem lehet helye semmilyen fajta erőszakos cselekménynek, főleg nem hölgyekkel szemben. Tehát ez teljesen egyértelmű, ez nem pártkérdés, ezt nem egy pártpolitikus mondja, hanem a normális Magyarország, egy normális képviselője szerintem így kell, hogy gondolkodjon. Ez a kérdés tehát nem kérdés. Az ember nem tudja feldúltság nélkül olvasni Varga Judit sorait a közösségi médiában. Erről beszélt a Szent István Intézet igazgatója Híradónknak. Máté Zsuzsa szerint ezek a történetek mélyen megrendítik a közvéleményt. Ami engem megdöbbent ezzel az esettel kapcsolatban, hogy azok a civil szervezetek, akik idáig nagyon hangosan tiltakoztak minden ilyen nyilvánosságban felmerült eset kapcsán, csak hadd mondjak néhányat közülük, a Patent Egyesület, az Emma Egyesület, a NANE, a Nőkért Egyesület, vagy azok a nagy női lapok, akik ezeket a témákat rendszeresen viszik, azok az influencerek, akár Potyondi Edina, akár Perint Falvi Rita, akár Mérő Vera, aki ezekben a témákban megszólalnak, azok most vagy hallgatnak, vagy pedig egészen döbbenetes módon az áldozatot, Varga Juditot kezdik el hibáztatni. A Szent István Intézet igazgatója hangsúlyozta, hogy a civil szervezetek most nem emelik fel a hangjukat.